Hello! Egyettünk Balatonaligára, biciklivel, és bemutatjuk a bringákat. Szemes vonat érkezik, Bonyón felül a második vágányra. Ott van a tábla, ha esetleg valaki nem hiszi el. A vonat Sátorajom helyi. És ima a tábla. De vonattal jöttünk idáig. Csak innen indulunk. Kerékpárral. Na, puszi! Akkor kezdődjék a túra. Igen, most nincs az a nagy hőség. Már majd lesz holnap. Itt most balra megyünk. Mit mondtál, mert nem értettem? De nem is kell gyorsan menni. És az első pillantás a Balatonra. De klassz. Nagyon szép, rendes. Közben itt átmegyek ezeken a lyukakon. Igen. Közben bámulok itt balra. Kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz most a kép. Azban megjöttünk Balaton akaratjára, hogy, mert most egy másik beállítással készül a felvétel. Ugyanis az eddigiek azok mindig olyan kékesek voltak. Ja, aha. Kicsit olyan kékes, olyan kemény szín, olyan kicsit hideg. Most egy ilyen melegebb árnyalatra állítottam, nem tudom, hogy ez meg nem lesz-e túl meleg. Nem rosszak ezek a telkek. Elég jó panorámájuk van. Közeledünk a Kenesei szabad strandhoz. Mindjárt itt vagyunk. Balra. Na, itt vagyunk a Kenesei szabad strandon. Úgyhogy volt egy kis fürdőzés, a kávézás, úgyhogy most indulunk tovább. Megyünk tovább Almádi felé. No. Balra. No, tehát meg volt az első fürdőzés.
legalábbis az én részemről, mert beadt csak térdig ment be, sőt a lépcsőről se lépett le igazából, mert hogy azt mondta, hogy hideg a víz. Megvárja, még holnapig melegszik. Holnap melegebb lesz. Vasárnap egészen meleg lesz. Úgy terveztünk, hogy eszünk itt valamit a strand büféjében, de aztán nem volt igazából bizodalmunk hozzá. Így végül csak egy kávét ittunk, ami szintén nem volt túl jó, de legalább valami van a gyomrunkban. Úgyhogy most úgy néz ki, hogy a legközelebb, hát ha találunk itt valami jó büfét menet közben, esetleg Fűzfőn, akkor oda bemegyünk, ha nem, akkor marad Almádi. Tessék? Akkor így jártunk. Akkor így jártunk.hu. Úgyhogy most a következő falu Fűzfő. Na rajta. Mellesleg az ízes palacsinta is 160 forint volt itt. És egyébként még a Gyuri mesélte, azt hiszem, hogy talán ő mesélte még a kifőzdés korszakából, amikor kifőzdét csináltak, hogy a palacsintával lehet elérni a legjobb eladási ár, bekerülési ár arányt, mert hogy az a büfés, akinek 10 forintból jön ki egy darab palacsinta előállítása, az valamit rosszul csinál. Mondjuk ma már nem tudom, ez mennyi éve volt ez. 4, 5, 6, nem is tudom, mikor csinálta a Gyuri. Na mondjuk mostanra elérhette a 10 forintot, vagy a 12-t. Na most ahhoz képest a 160 forintos ár kicsit soknak tűnik. Na ez itt Kenese. A parti sétány. Néhány évvel ezelőtt voltunk itt, és pont akkor volt itt minden feldúlva, mert éppen kövezték itt a sétányt. De úgy látom, hogy nagyon szépen sikerült. Nagyon hangulatos lett. Az a rúg, az a mutató. Hát igen, gőzerővel szépül a Balaton partja, a partmenti települések egyre többet áldoznak a környezet szépítésére, és ezzel is próbálva minél több turistát ide csalogatni, ami úgy néz ki, hogy azért többé-kevésbé sikerül is. Kivire vagyok kíváncsi. Azért is választottam a kivit, mert ott senki sem van. Mindenki a Balaton jár. Igen. Na, most hagyjuk el Kenesét. És mi jön? Fűzfő? Fűzfő. Meg volt a fagyizás, és beállnak a második kávézás, ami minőségi előrelépés volt a strandon itt kávéhoz képest. Mit mondtam, mennyi az idő? 6. 6 óra, és már egész alacsonyan van a nap.
Igen, jó lenne 8-ig eljutni Almádig. Szerintem sikerülni is fog. Sőt, hát hamarabb is, igen. Mit nevetsz? Milyen munkát mutatom, hogy eljöttünk egy napra, és csak ennyit tudtunk volna. De minek ide több cucc? Ugye nagyon remélem, hogy nem lesz eső és hideg. Én minden alkalommal pedig, nem szoktam sokat pakolni, minden alkalommal hazaviszek 2-3 érintetlen trikót, meg alsókatját. Én nem tudom miért, hogy van ez pedig. Nem szoktam túl pakolni. Híres Kenesei löszfal. Ez szokott néhány évente leomlani. Nem? Akkor is volt valami leomlott. Esőzésben. Na, itt át kell menni a főúton. És egy ilyen járdás szakasz fog következni. És még ráadásul vonat is jön, úgyhogy itt álljunk meg. És már jön is a piros vonat. Már az ősz vitathatatlan jele, sok lehullott levél. Jól néz ki ez a szakasz. Mikor legutóbb jöttem itt, visszafele, éjjel 11 óra volt, olyan sötét volt, hogy lépésbe mentem, ugyanis az a remek kínai lámpa, az a csodálatos kínai jelem, az gyakorlatilag teljes, alig világított. Tehát nem láttam semmit szó szerint. Aztán akkor egyszer csak eszembe jutott, hogy de van egy fejlámpám. Na, annak úgy megörültem. Elő is kaptam. Fölraktam a fejemre. De hát... nem sokkal volt jobb a helyzet. Valamivel. De abban is már eléggé le van merülve az elem. És amikor folyamatos fényre raktam, akkor... szinte láthatóan percről percre egyre halványabb lett, úgyhogy... úgyhogy végül inkább villogóra hagytam, hát úgy viszont nem nagyon lehetett látni semmit, csak éppen egy ilyen, hogy mégsem menjek a bokorba, úgyhogy elég jó volt. Na, megjöttünk Fűzfőre. És ez pedig a Fűzfői strand bejárata. Nagyon jól néz ki. Egyáltalán jobban fog látszani. Ez az. Szép. Hát igen, mert most már Almádi a következő fal. Ajjaj. Elfelejtettem visszaváltani. Nos, ha egyenesen mennénk tovább, akkor a Bob pályához jutnánk, Fűzfői. Hoppája, mi viszont itt elmegyünk balra. Balaton-Almádi. Következik. Na gyere be, innen már egy gurulás következik csak. Almádiba. Igen, este 11 óra körül volt, mikor erre jöttem. És a baromi fáradt voltam.
Nem tudtam, hogy hol fogok aludni. És már azt fontolgattam itt a sötétbe, hogy mondom, itt beveszem magam ide a bozótba. Komolyan. De aztán végül nem tettem. De jól is tettem, hogy tovább mentem. Mert végül akaratjánál aludtam abban a nagy parkba. Aha, igen. Hát amikor éjfél körül értem oda, mert az volt az elképzelésem, hogy ott akaratján ott van egy másik szabad strand, nem ahol voltunk, hanem egy másik, és arra gondoltam, hogy ott fogok aludni. De aztán pont elmentem emellett a nagy park mellett, ami később kiderült, hogy Rákóczi Park a neve. És az kiváló hely volt az alvásra, úgyhogy ott aludtam végül. Most vagyok fönn a Csücsökben. Kicsibe a arcán a fáradtság jeleit látom. És az ott a távolban már almádi szállodái látszanak. Ott pedig a Bea teker, illetve most megállt. Az 71-es főút rettentő forgalmas. Éjjel-nappal folyamatosan mennek az autók. Na, ez az utolsó egyenes, úgymond célegyenes. Szép lassan begurulunk Almádi központjába. És most már belátható közelségben van a közért. Hogy végre valami élelmiszerhez jussunk. Jössz beám? Igen. Na, már mindjárt ott vagyunk. Jó. Itt lesz mindjárt a Monopoly Hotel. Igen. Igaz? Hát, igen, néhány évvel... Nem volt jó. Hát igen, néhány évvel ezelőtt. Egész pontosan 3 éve volt, ugye? Vagy 2 éve? Nem is tudom. Hát nem kettő. Kettője, igen, 13-ban voltunk itt beával. Április végén. Egy április végi wellness hétvégére. És tulajdonképpen olyan hihetetlenül jó idő volt, hogy ugye nem fürödtünk a Balatonba, mert szerintem a víz az hideg lett volna, meg tele volt, úgy emlékszem, döglött hallal, ez a tipikus tavaszi halpusztulás ideje volt, és ezért valahogy az embernek pusztusa se nagyon volt, lett volna, ha még rá is veszi magát, hogy a hideg vízbe bemenjen. Maga ez a szálloda, hát nem volt rossz alapvetően, csak állítólag wellness szálloda volt, és wellness szálloda. Szóval a wellness részleg az nagyon, úgymond, gagyi volt, vagy nem is tudom. Hát nem volt használható. Hát igazából nem volt használható, volt egy medence, egy nagyobb bacska medence, egy ilyen furcsa formájú, de hideg víz volt benne igazából fürdőzni, vagy lubickolni is nagyon lehetett. Nem is tudom, volt talán valami pezsgő fürdő, vagy nem tudom, hogy volt. Tehát az embere, a többiek sem nagyon használtak, a vendégek. Persze mindenki inkább kihasználta a gyönyörű időt. Nem mondom, csodálatos idő volt, úgyhogy inkább a szabadban töltöttük, mint sem, hogy bent egy zárt épületben.
No, tehát megvolt a penis bevásárlás. Úgyhogy most irány a kemping. Itt van a tej, mert nem fért már sehova. Úgyhogy be ügyesen rászerelte. Igen, ne hagyjuk. Igen. Hát csak akkor reggel lőttek a tejes kálmény. Igen, meg én még ma este is gondoltam, hogy iszom. Vagy ma este teját ígyunk? Teját. Tényleg, tényleg teját. Hoztunk teját. Ma este teját. Van is, nem? Ott a finom rojbosz teja. Ja, ja, ja. Tényleg, ígyunk már. Teját iszunk, teját csinálunk. Ott a rojbosz teja, szívem. Hoztunk, igen, teafüvet, igen. De nem, ott van a plakon. Ja, ja, abban is, igen, 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 igen. Nem is ittuk meg. Én szopogattam belőle. Na, úgyhogy irány a kemping, most itt vagyunk Almádinak ez a nagyon szép parkja, itt a strand bejárat. És akkor a másik oldalon az állomás, és mögötte a belváros, az most sajnos nem látszik. Ott van egy nagyon jó cukrászda. Itt van egy nagyon jó cukrászda. Ja igen, a fagy is, ugye, ahol majd holnap fagyizni fogunk. És akkor itt pedig megyünk tovább a kemping felé. Beának nagyon ügyesen rászereltük ezt a kis pislogó lámpát a rögzítő pókra. De egész jó megáll. Úgyhogy van hátsó világítása. De most már eléggé sötét van. Viszont ez lesz a kemping. Nem? Ugye nem, ez még nem az. De itt lesz valahol a közelbe. Most már. Na és megérkeztünk a almádi kempingbe. Illetve a kempinghez még nem vagyunk bent. Úgyhogy itt tervezzük tölteni az éjszakát. Na nézzük, hogy mi az ábra. Recepcióne. Na, szombat reggel van. Nem tudom, van már 7 óra? Még nincs talán 7 óra se. Úgyhogy nagyon, nagyon korán keltünk. Na ez itt a táborhely. És Beán már készíti a finom kávét. Illetve hát most meg csak a tejet melegíti. Az asztalhoz nem tudtunk ülni. Ja igen. Tegnap este annál az asztalnál vacsoráztunk. De sajnos most nem tudtunk odaülni, mert csuromvizes, úgyhogy... De van, felfedeztük, hogy van pingpongasztal. Van pingpongasztal, úgyhogy még indulás előtt nyomunk egy partit. Itt van a sátor. Kiváló. Kiváló. Igen. Jiskes sátor. A legegyszerűbb fajta. Csak száraz időben lehet használni. A derékai az valami botralmas. A derékai az valami szörnyű. Ebbe a szenvedett éjszaka. Inkább... De jól aludtam. Igen, inkább egy viccnek nevezhető. Igen. Többször elmondtuk, hogy most aztán kihajintjuk, és veszünk másikat, de szerintem ez végig fogja bírni a túrát. Na, úgyhogy most fogunk kávézni. Újra elindultunk. Tudom, mennyi az idő most? Mindegy, nem tudjuk az időt. 3:49 körül van. Gyönyörű, tiszta az égbolt. Úgyhogy most irány Alsóörs. Aztán Füred. És Tihanynál, a Tihanyi Fénysziget Szabadstrandján tervezzük a napi fürdést, meg napozást. Na, most lejövünk ide a partra. És hogy skypoljunk, meg telefonáljunk. Nagyon szép. Vagy legalábbis szépnek tűnik. Hát, nem egy különleges ilyen kis partszakasz. Úgyhogy itt most fogunk skypolni egyet. És mondom, ilyen... No, tehát megvolt a... A telefonálás meg skype-olás itt Káptalanfüreden, most indulunk tovább. Az érdekesség még az, hogy tegnap, mikor elindultunk, megérkeztünk az állomásra, a délibe,
akkor fedeztem fel, hogy ugyan biztonság kedvéért 2 darab telefontöltőt is hoztam magammal, viszont a telefont nem. Úgyhogy most a Bea telefonjáról telefonáltam. Úgyhogy most megyünk akkor tovább. És valami hihetetlenül gyönyörű az idő egyébként, szóval ennél jobbat se lehet kívánni. Úgyhogy nagyon jó, hogy lejöttünk. Irány Alsóörs. Megérkeztünk Alsóörsre. Igen, épp azt veszem. Nagyon szép, egy csomó virág mindenhol. És minden nagyon zöld egyébként, úgyhogy valószínűleg itt rengeteg eső lehetett. Vagy legalábbis elegendő eső lehetett az utóbbi időben. Itt vagyunk Alsóörsön, továbbra is. És ott van azon a hegy tetén egy klassz kilátó, amit én meg akartam volna nézni, de se a fiúk nem voltak hajlandók velem följönni oda, amikor múltkor itt voltunk. És most Bea is azt közölte, hogy oda most nem megyünk föl. Úgyhogy megyünk tovább, Csopak felé. Nem túl szép szakasz ez a Bringa útnak, ez az Alsóörs és Csopak közötti szakasz. Viszont kiváló vadkempingező hely van itt a fasor mögött. Még ugyan nem próbáltam, de lehet, hogy egyszer sor kerül rá. Elérkeztünk Palóznakhoz, nem körülbelül ugyanannyi. Fordulj be itt balra. És ez itt a Palóznak határa előtt, ez itt az Európa Camping, ahol a fiúkkal voltunk most nyáron. És nagyon jól éreztük magunkat, hatalmas camping, óriási terület. És nagyon szép partszakasza van. Úgyhogy most nem megyünk be, csak elmegyünk a kapuig. Ahogy benéztem itt a kerítésen, rengeteg sátrat láttam, úgyhogy feltehetően itt is most elég nagy üzem van. Bár olyan óriási a kemping, hogy itt szerintem bármikor van üres terület. Itt legutoljára talán 30 évvel ezelőtt telhetett meg ez a kemping, még a német időkben. Úgyhogy ide bármikor lehet jönni. Hát azért még estére sokáig kellett mondani. Azt nem bírtam volna. Lehet. Nagyon sok sátor van. Szerintem itt rengetegen vannak most. De ez igen, ez tényleg jó. Szemben mondjuk a Balatonalmádi kempinggel, ami viszont nem túl nagy méretű, és ezért gyakran megtelik, mint ahogy legutóbb is voltam itt, és péntek estére dugig megtelt, úgyhogy hely sem volt. Ezért nekem tovább kellett mennem. De amúgy egyébként a legtöbb kemping elég nagy a Balaton partján, feltehetően még a régi időkből, amikor tonna számra jöttek ide a németek. Tegnap viszont alig voltak a kempingben, és ezen én kicsit meg is lepődtem. Viszont ez azért is nagyon jó volt, mert nagyon kényelmesen tudtuk elhelyezni a sátrat, nyugodtan tudtunk vacsorázni egy padon. Próbáltam róla videófelvételt készíteni, de annyira sötét volt, hogy csak egy-két vakúval készült fényképet sikerült csinálnom, a videón semmi nem látszik. Úgy meg meglepően nagy a biciklis élet, és ez azért is meglepő, mert tegnap, mikor felszálltunk a vonatra és beraktuk a bringákat a hatalmas kerékpárszállító vagomba, akkor tulajdonképpen rajtunk kívül egyetlen egy másik bicikli volt. Erről csináltunk tavaly. Igen. De menjél elém, és most mozgókép lesz. És a másik meglepő dolog, hogy két fiatal srác ilyen segítő volt fönt, ilyen MÁV alkalmazott, gyere már beljebb egy picit, mert jönnek szembe. MÁV alkalmazott segített a bringák felrakásában, amit eddig én még ilyet nem láttam, pedig néhányszor már mentünk vonattal, biciklivel.
Egyszer se volt segítő. Most viszont, hogy itt vége a szezonnak, és alig volt bringás, most mindjárt két ember is segítkezett, úgyhogy... Ez a csillingelés, ettől meg hülyét lehet kapni. Legtöbb bringásnak ez a mániája, ez a csillingelés, úton, útfélen, mint valami rossz villamos. Igen, iszonyú idegesítő. Jó, vannak vannak szituációk, amikor jó, de egyébként meg... De minek csengett, mikor látjuk, hogy jött, meg nincs. Igen. Közben megérkeztünk Csopakra, és Le úgy döntött, hogy itt hintázik egyet. Mögötte pedig egy ilyen magas leszerűség, ahonnan a nádast lehet látni. Drágám nagy bőszen nézi a videókártyáját, mert hát sajnos szomorú, de betelt. És most nagyon magába roskadt, és így ezért muszáj voltunk kicsit megpihenni. Mert teljesen szomorú lett. De már mindjárt most ezek kitörlök. De én próbálom felvidítani. Van itt egy csomó, igen, ilyen fölösleges dolog. Szóval ez egy Csopak. Mellettünk pedig a csopaki strand, ami állítólag díjnyertes, ami legszebb strand díját nyerte el. Voltam itt valamelyik alkalommal, tényleg nagyon szép. Ugye nem tudom mitől díjnyertes, de tényleg szép. Csopaki kertmozi, és itt most van egy vízvételezési lehetőség, valamilyen kút, úgyhogy itt most megállunk. Na, megyünk is tovább, és egy kifejezetten vadregényes szakasz következik, nem túl hosszan. Fülön előtt. Magyar szürke a Balaton partján. Megérkezünk Füredre. A kisfaludi strand bejárata. Itt pedig őrült ütemben épülnek az apartmanházak. Ilyen is van a Balaton partján. Ez pedig az Eszterházi strand bejárata, és itt kezdődik a Tagore sétány, végig a Balatonfüred híres sétánya. Bicikliút is van, meg gyalogút is. Egyik oldalon az éttermek és kávézók sorakoznak egymás után, másik oldalon pedig a szállodák. Különböző rendezvények miatt időről időre lezárják a bicikliutat, mint ahogy most is, és így aztán ki vagyunk terelve ide a gyalogútra. Éppen valami borfesztivál szerűség van. Most Bea megállt, hogy kicsit körülnézzen az árusok kínálata közt. Ott nézelődik éppen. Elképesztő tömeg van itt Balatonfüreden, egész nyáron ez a helyzet. Kicsit kiábrándító, bár van, aki meg ezt a nyüzsgést szereti. Mondtam, gyönyörű a város. Gyönyörű a Balatonpart. Mondjuk most csodálatos az idő is, de az egész város nagyon szépen meg van csinálva, tényleg. Nem is lehet szebbet elképzelni. Kicsit toljuk a bringát, hogy be a nézelődhessen, de eddig még nem találtunk olyat, ami
ami megfelelt volna. Már nem tudom, mit nézünk igazából. Kezdünk kivergődni Füredről, de előtte viszont még egy közértetőbe kell ejteni, mert enni kell valamit. Na szóval megvolt az evés-ivás pisilés, úgyhogy most már meg sem állunk Tihanyig, ami kb. 10-15 percre van innen, és akkor jön a fürdőzés végre. Megérkeztünk a Tihanyi félsziget bejáratához. Most már innen 1-200 méterre van a szabad strand. Nem tudom a felvételen mennyire látszik, de csodálatos színe van a víznek. Na, megjöttünk. Vagyunk a Tihanyi szabadstrandon. Nagyon jó a víz. Csodálatos az idő. Az pedig ott Balatonfüred. Onnan jöttünk, nem olyan rég. Hattyú etetés. Nos, elhagytuk a Tihanyi félszigetet, illetve hát még nem teljesen, de a szabad strandot mindenképpen. És tovább megyünk nyugat felé. Következő célpont Akali. Igen, valójában itt van az igazi szigeti bejáró. Itt még föl lehetne menni az apátsághoz, ha szeretnénk. Próbáltam győzködni be, hát, hogy menjünk föl, de igazából nincs kedve hozzá. Úgyhogy így aztán megyünk tovább. Valami kápolna félességnek tűnik nekem. Nem tudom, mi lehet. És itt vannak a birkák. Nagyon idilli a kép. Kis kápolna. A juhász tereli a juhokat. És itt pedig az út tovább. Itt amúgy be lehet menni a Tihanyi félszigetnek a másik oldalára. Csak megálltak az autósok. Szóval itt lehetne bemenni a szigetnek a másik oldalára. Ott is van egy szabad strand. Meg egy darabig el lehet menni, de aztán utána véget ér az út. Egyszer elmentünk arra biciklivel, vagy csak egyedül voltam, már erre nem emlékszem. De egy darabig lehet menni, de aztán utána már csak ilyen erdei utak vannak. No, egy életveszélyes úttestre való átkelés után itt ülünk egy hekkezős, egy ilyen halas kisütödét. Tényleg át kellett kelni itt a bicikli úttól. De a másik oldalra, a forgalmas 71-es úton. De megérte, mert nagyon jó, legalábbis reméljük, mert most fogjuk megkóstolni, hekket fogunk enni. Nos, ezen a helyen ettünk, itt tettük a hekket, nagyon finom volt, és most akkor megyünk tovább a Kali felé. No, hát ez a Tihanyi félsziget nyugat felől. Most már tovább jöttünk, itt vagyunk mindjárt Örvényesnél, ugye? Igen. Örvényesnél leszünk. Ez a Tihanyi domb, és ott a Balaton. És itt pedig egy eladó telek. Méghozzá beépíthető.
Szóval be a hirtelen jött újabb ötlete, hogy itt ebbe a kis elméletileg tejázóba jöjjünk be. Nagy tejázója, hát ha van kávé, úgyhogy mi a tejázóba iszunk egy kávét. Úgyhogy most itt ülünk, mögöttünk a Tihanyi félsziget továbbra is, illetve a Balaton. Illetve hát be a mögött, én előttem. Igen, és kaptunk sütit. Itt van a híres aszófői tankpálya, és azzal a tankkal lehet ott menni. De most éppen nem üzemel. Valószínűleg vége a szezonnak. Ott pedig az M7-es autópálya völgyhídja a Balaton túloldalán. És jól látszanak a fehér oszlopok. Maga a híd az nem is annyira, de az oszlopok igen. És itt lehet lehajtani az Örvényesi Szabadstrandhoz. Amit most meg fogunk nézni, mert mindig csak elhaladunk mellette, de még sose láttam. És most kíváncsi vagyok rá, ott van lenne Örvény is. Most megyünk lefelé az Örvényesi Szabadstrand felé. Mondjuk én még ezt az Örvényes nevű falut sem láttam soha, úgyhogy kíváncsi vagyok rá. Egy aprócska falu lehet. Vasúti átkelő. Maga a bevezető út is hagy kívánni valót maga után. Főként az én sima aszfaltgumim számára. Itt vagyunk Örvényesen. Mondjuk úgy látom, itt az egész faluban nincs egy darab aszfaltozott út. Közeledünk a Szabadstrandhoz, és meglepő módon egy csomó autó parkol itt. Én azt hittem, nem lesz senki, vagy alig lesz néhány ember. Ezzel szemben egy csomó autó van, és ahogy elnézem, itt a strandon is azért vannak. Örvényesi Szabadstrand, teljesen kultúrált, kicsi partszakasszal, de minden van, még pingpongasztal is van, büfék, kajakbérlés, úgyhogy nem rossz. És a 66-os és 68-as számú étel is elkészült, úgyhogy mehetünk tovább. Puff, bocsánat. Be a teker fölfelé. Szerintem mire fölér, teljesen ki lesz merülve, és dühös lesz rám, amiért belevittem ebbe a kitérőbe. Mondjad, nem értettem! Megérkeztünk a Vászói műemléktemetőhöz. A bicikliút itt megkerüli a helyi focipályát. És mögötte két templom. Katolikus és a református. Ez itt most Balatonudvari. Arra! Jobbra! Megérkeztünk Balatonudvariba. Nagyon szép park, itt látunk meg pihenni, meg enni is a fiúkkal. Akkor itt voltunk.
Nagyon szép ez a szakasz. Nagyon békés hangulatot áraszt, mondjuk éppen nem jön erre a vonat. Hihetetlen, hogy milyen nyugalom és béke van itt. Alig van ember. Néha-néha bukkan föl egy-egy járókelő. Amúgy ez kétségtelen, hogy a Tihanyi félsziget elhagyásával tulajdonképpen itt az északi parton véget ér a nyüzsgő szakasz. A Balaton északi partjának keleti részének nyüzsgő szakasza. És innen a békés nyugodt. Na most pont rácáfol. Ez a néhány ember, de tulajdonképpen ennyi. És innentől ezek a nyugodt kis falvacskák, mint Örvényes, akkor most Udvari, Akali és a többi következik, egészen tulajdonképpen Balacsonyig, mert talán még Réfülöp az, ahol eléggé nagy a nyüzsgés. Na, megérkeztünk Akaliba, a kempinghez, de most még mielőtt bemennék a kempingbe, először jobbra fölkanyarodunk a CBA közértbe bevásárolni, ugyanis holnap zárva lesznek a közértek. Jobbra! Vasárnap reggel 8 óra van az Akali kempingben. Bea elment zuhanyozni. Én pedig most ettem meg a műzli adagomat. Az égbolt csodálatosan kék. A chemtrail rajongók pedig örülhetnek, mert tele van az égbolt repülőgépek által húzott csíkokkal, amint látszik a képen. Bea reggelizik, vagy nem is tudom mit csinál, vagy csak almát ettél? Almát eszik. A Balaton-Akali strandon vagyunk, mert a kemping belépőhöz tartozott egy strandbelépő, úgyhogy most vasárnap délelőtt kihasználjuk az időt, meg a lehetőséget a strandolásra, meg egyébként is csodálatosan szép idő van, úgyhogy irány a víz. Vasárnap 16 óra 50 perc van, és elindultunk nagy nehezen, fölkerekedtünk Akaliból, és most cél Réfülöp. Ami mennyi kilométerre van? Hát szerintem 1-1,5 óra maximum. Itt vannak nádtetejű házak, amiket ebbe a füzetbe olvastam. Igen, de a régi halászfaluk korából maradtak meg Akalinak. Hát igen, itt is egy. Ja igen, itt van, igen. Nagyon aranyos, hogy 1808-as dátum. És valahol 1724. Most újra kimegyünk a 71-es útra és irány. Először azt hiszem Zánka jön, ugye? Zánka, és akkor utána jön Réfülöp. Meg még Szepezd is jön valamikor közben. Egész pontosan nem tudom a sorrende, de valahogy így. Határozottan közeledünk Zánkához, és Zánka előtt itt található ez a nagyszerű katonai park. Hadipark. Mindenféle tankok, meg szállítójárművek, helikopterek, rakéták, még egy MiG-21-est is látok ott. Közvetlenül a ifjúsági tábor, vagy úttörő tábor, nem is tudom mi ennek a neve, ennek a tábornak. A tábor, főépület, meg ez a sétány, amivel meg lehet közelíteni. Köveskál központi pályaudvara mellett haladunk.
az Ánka part menti szakaszán vagyunk. Ott van lenne a strand, látszik a sok autóból, hogy itt valami van. Amúgy a falu javarésze a 71-es úttól innen számítva jobbra fölfelé van, a hegy felé. Úgyhogy itt a központ is ott van fönt. Zánka és Szepezd közötti útszakasz. Amúgy végül is az egész napot, legalábbis a nap javarészét a Balatonakkal is strandon töltöttük. Nagyon nem akarózott elindulni, meleg is volt baromira. Úgyhogy meg nagyon jól éreztük magunkat, ott elheveréztünk, fürdőztünk, ettünk, de aztán végül csak rávettük magunkat az indulásra. Most az, hogy egészen Badacsonyig megyünk, megpróbálunk ott aludni valahol, és holnap átkompolni Fonyódra, hogy a déli parton menjünk vissza Aligáig. Nem tudom, hogy ez megvalósul-e vagy nem, de pillanatnyilag ez a terv. Szepezd, Vénusz Camping. Ez lett volna az egyik célpont, de hát most jócskán túlmegyünk ezen a célponton. Úgyhogy igazából tegnap akartunk idáig eljutni, csak végül úgy döntöttünk, hogy hoppa. Nem. A úttesten megyünk, de hogy megyünk oda fölbe a... Nem csinálok ilyen csacsiságot. A balatoni bringaut tervezői valamilyen rejtélyesokból kifolyólag felzavarták volna, illetve fel is zavarják a társaság nagy részét, a bringások nagy részét a hegy oldalra. Egyszer mi is felmentünk, de többet nem követünk el ilyen ostoba hibát. Kezdet elhagyva újra a bicikliútra tértünk. Szerencsére nem kell tovább menni már a országúton. Talig 40 perc alatt ideértünk Révfülöpre. Közeledünk Révfülöp üdülőközpontjához. Révfülöp központjában vagyunk, és most beültünk egy cukrászdába egy isteni finom jeges kávéra. Bea érkezik a Révfülöpi mólóra. A finom jeges kávé után. Hosszas töprengés után tovább indulunk Badacsony fele. Ugyanis úgy volt, hogy mégis inkább itt maradunk Révfülöpön, de nem. Kávé és fagyi után Bea úgy döntött, hogy van energia egészen Badacsonyig elmenni, úgyhogy irány. Révfülöpi strand vasárnap este 6:30 felé. Már nagyon kevesen vannak, szerintem rengetegen hazautaztak. Egy újabb rövid országúti szakasz után Balaton rendesen vagyunk, egy Pindurka faluban, amit mindjárt el is hagyunk. Itt még valójában strand sincs. Csak egy vasútállomás. Amúgy a falu egy picit fölfelé terjed, tehát itt jobb kéz felé, a domboldal fele, itt a parton szinte semmi nincs. Igazi ősvadon. Itt a bicikli úttól balra, jobbra pedig a nap néhány percen belül eltűnik a hegyhát mögött. Jobbra! Pálkövén vagyunk, most hagyjuk el a falut. Felbukkant a Badacsony,
szembe velünk. Úgyhogy perceken belül odaérünk. Padacsonyőrsön vagyunk. Kicsit kacskaringós az út, igen. Meg kell kerülni az állomás épületet, vagy nem tudom, valami ilyesmi. Igen. Nem is az állomás épület, de itt a központi pályaudvar. Megérkeztünk Badacsony-Tomajba. Egyenes, egyenes, egyenes! Itt lehetne elmenni jobbra a centrumba, de mi most nem arra megyünk, hanem tovább Badacsonyig. Amúgy olyan szinten vége a szezonnak, hogy ugyan holnap még van hátra egy nap augusztusból, ennek ellenére a strandon több büfére ki volt írva, hogy holnaptól zárva. Megérkeztünk Badacsonyba, rögtön lejöttünk ide a hajókikötőhöz, megnézni, hogy... 10-10-kor megy. 10-10-kor megy. Előbb nem megy? Hát akkor délre vagyunk ott. De várjál, megnézem. Néztük a hajóindulást, 10 óra 10-kor megy, még ezt meg kell gondolnunk, hogy ez jó nekünk, vagy nem. Most viszont irány a strand. Ami elméletileg, sőt gyakorlatilag is nyitva van. 6 óra után ezek a fizetős strandok egyébként ingyenesen nyitva vannak, úgyhogy ilyenkor le lehet ingyen jönni fürödni, ahogy most mi le is jöttünk, viszont be a meg gyorsan elrohant addig a technikai helységbe. Hajnali 5 óra van a Badacsony-Tomai kempingben, ahova nem is tudom, késő éjszaka, ott már vagy 9:30 is, mire ide értünk. Arról jön föl a nap. Gyönyörű színe van az égnek. És amott pedig Fonyód ikerdombja látszik. És ha tovább fordulunk, akkor még a holdat is talán látni fogjuk. Ott van. Hát igen. Gyönyörű éles a valóságban, itt ezért egy homályos volt csak a videó, nem baj. Amúgy ez egy gyönyörű kemping. Ilyen szép kempingben még nem voltunk. Kár, hogy késő este érkeztünk, úgyhogy alig láttunk belőle valamit, de most, hogy körbe mentünk, látszik, hogy milyen gyönyörű a pázsit. Nagyon szépek itt a különböző tárgyak, padok, pingpongasztal, játszótér. Hétfő reggel van, és indulásra készen állunk. A Badacsony-Tomai kempingben vagyunk. Éjjel a vak sötétben olyan 9:30 fele közelítettük meg ezt a kempinget. Elég kacifántos módon, mert el kellett hagyni Badacsony-Tomajt, és a sínen át botorkálva hátulról kellett bejönni. De sikerült. Újra itt vagyunk hát Badacsonyban. Tegnap ugyanis az éjleple alatt vissza kellett menjünk Badacsony-Tomajba a kempingbe. Íme a Badacsony. A badacsonyi kemping ugyanis olyan hihetetlenül drága volt, hogy végül úgy döntöttük, hogy inkább visszamegyünk Badacsony-Tomajba. Hát csak csupán egy sátorhely többe került, mint amennyit összesen Tomajban fizettünk. Üdülőhelyi adóval együtt. Íme. Nem is volt bent a kutya sem. Igen. Most viszont a szigligeti lekanyarodásig ezen az úton megyünk. Egy vagy két kilométer maximum. Aztán újra bicikli út következik. És ahogy Badacsony szép lassan megkerüljük, közben felbukkan Szigliget. Ott a hegy tetején a vár.
szembe pedig a Badacsonyra kísértetiesen hasonlító Szentgyörgyhegy tűnik föl egy rövid időre, amíg el nem fordulunk. Balra letértünk a főútról, Szigliget irányába. Amúgy a Badacsonyt a felső úgynevezett római úton is megkerülhettük volna, akkor viszont onnan jöttünk volna, abból az irányból érkeztünk volna le, Badacsony Tördemicen keresztül, egy bájos kis falun keresztül, csak Beának nem volt kedve ezen a magas úton jönni, mert azért az egy kicsit meredekebb. Lefele lehetne bemenni Szigligetre, magába a faluba, valamilyen oknál fogva azonban a bicikli út elkerüli a falut, valószínűleg a falut beliek szerették volna így, hogy ne menjen be a Bringa út, nem is megy be, így aztán most itt szépen elkerüljük. A vár alatt fogunk elhaladni egyébként, és megyünk Ederics irányába. Egy hosszú lankás szakaszon haladunk most éppen, és közben felbukkant egész közelről a szigligeti vár, itt fogunk alatta elhaladni. Sajnos most megint csak nem megyünk föl, pedig eredetileg tervben volt, hogy meglátogatjuk a várat. Bemegyünk, és ott lenézzünk a csodálatos balatoni panorámára, de ez most elmarad idő hiányában. Itt van a szigligeti félsziget másik bejárata. Itt lehetne fölmenni. Amúgy egyébként a terv, többször módosult terv az lett volna, hogy Badacsonyval áthajózunk Fonyódra, de végül is Bea úgy döntött, hogy inkább mindenképpen körbe akarja biciklizni a Balatont, ahogy az eredeti terv is volt. Így aztán most belendülünk, és mindenképpen el akarunk jutni Fonyódig, csak ugye körbe bringázva, nem hajóval. A híres Delta Camping bejáratához érkeztünk. Jártunk itt már kétszer a fiúkkal is, Beával is egyszer. Itt kell lemenni. De mi most nem megyünk le, hanem megyünk tovább Györök irányába. Mellettünk pedig a Balaton felvidék szőlőlankái. És egy golfpálya Balaton Györök előtt. $200 millióból épült a Györököt elkerülő kerékpárút szakasz. Korábban le kellett menni, még tavaly, még oda le kellett menni, ott a faluba. Most viszont itt a golfpálya fölött halad el a Bringa út. A fák néhol már kezdik fölvenni a őszi színüket, főként a följebb. Sok helyen egyébként, ahol jöttünk, már egyes fák a levelüket is elkezdték hullajtani. Elértünk a több kilométer hosszan húzódó golfpálya végéhez, háttérben a Badacsony. Itt az út elindul újra lefelé a Balaton irányába, Bea már tovább is robogott, pedig itt föl lehetett volna menni ezen az úton egy kilátóba. Igaz, hogy ott voltunk már többször is, úgyhogy most ezt Bea úgy döntött, hogy kihagyjuk. Teljesen kihalt a Balaton Györöki, vagy nem is tudom, hogy ez Györöke még. Strand, augusztus utolsó napján néhány ember kószál csak. De úgy egyébként ez igaz, Badacsony óta alig találkozni emberre. Hát hiába, tényleg vége a szezonnak. Most mentünk el a Strand bejárat előtt, itt ma még mindig szedik a belépő díjat, de holnaptól már nem fogják sehol sem. Balatongyörökön vagyunk. Sajnos már csak 1-2 perc van hátra, amit tudok videózni, mert betelt mind a két memóriakártya, úgyhogy tulajdonképpen kezd helyjel
véget is ér a videó, a déli partról már nem tudok készíteni sajnos. Hát majd legközelebb. Közben elhagytuk a Bonyarcvas egy nem túl látványos parti szakaszát, ami gyakorlatilag egy strandból állt, meg talán egy panzióból, és lassan becsorgunk Gyenes Diásra. Itt vagyunk a Diási strand előtt. Kicsit bolyongunk Gyenes Diáson, mert én elkavarodtam, de hát mivel Pindurka a falu, ezért hamar visszatalálunk a helyes útra. Balatoni hal és termelői piac. Gyönyörű, nem faragott kapuja. Nos, megérkeztünk ezt helyre. Ez itt a parti sétány, felé vezető út. És tulajdonképpen végig, és tekintettel arra, hogy a memóriakártya is betelt, ezért gyakorlatilag ezzel ez a videó sorozat is fejeződött. Úgyhogy majd legközelebb jön a déli part. Ez az utolsó állomásunk az északi parton, Keszthely. Hát nagyon látszik a nyárutó vége, tehát nagyon kevesen vannak. De hát mi folytatjuk innen tovább az utunkat a déli part irányába. Tehát akkor búcsú a szezon végi Keszthelyről. Mi ugyan folytatjuk az utat tovább a déli partra, de a videó erről sajnos már elkészült. Metelt a memóriakártya. Na, puszi! Puszi!